Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. A tavaszi első helyezett a tavaszi negyedik ellen. A megyei labdarúgó bajnokság 28. körének újabb rangadója következik itt a Karcag TV képernyőjén, ugyanis a hazai karcagi ese csapatának ellenfele. A mai kora estén a Jászfényszaru VS-e gárdája lesz majd. A Jászfényszaru a bajnokság tavaszi szezonjának meglepetés csapata, ősszel mindössze 2 egységet gyűjtött össze. A Jászfényszarui gárda értelemszerűen sereghajtóként vágtak bele a tavaszi küzdelmekbe, azonban az elmúlt hetekben csodálatos, szinte hihetetlen produkciót nyújtanak a sárga-feketék. 23 pontot gyűjtöttek már, amely 12 fordulat a legtöbb a megyei első osztályban jelenleg, és ez az önbizalom és ez a hit egyelőre repíti a Jászfényszarú csapatát. 4 ponttal már egyelőre a biztos bennmaradást jelentő pozíció felett vannak, azonban egy, de inkább 2 győzelem még hiányzik nekik a biztos megmeneküléshez. Úgyhogy Szászi Gábor együttese a mai estén is majd erre tesz kísérletet, hogy ebből egyet megszerezzen. A karcagiaknak is azonban nem kicsi a tét, hogyha Orosz István csapata, ahogy az a korábbiakban már sokszor elhangzott, szeretne a dobogón végezni, akkor az utolsó előtti hazai bajnokin mindenféleképpen 3 pontot kellene szerezni. Nem vagyunk igazán jó formában. Egy hete Jászárok szállás ellen, akik egyébként ezen a képzeletbeli tavaszi tabellán a második helyen állnak, szintén 23 pontot egységet gyűjtve. 1-0-ra kikaptunk úgy, hogy Orosz István elmondása szerint teljesen megérdemelt JVS-e győzelem született csapatunk. Nem tett meg mindent, még a pontszerzésért sem. És hát az elmúlt hetek kálváriája, sok sérült, eltiltott, néhányan pedig egyéb okok miatt nem állnak a csapat rendelkezésére, bizony lassan kezd visszaütni. Egyre fáradtabb a karcagi csapat, és az a jó tavaszi szereplés, amit az elmúlt években megszokhattunk, bizony most egy kicsit másmilyen irányt kezd venni. Ennek ellenére azért ott vagyunk még a tűz közelben, alig hanem az ezüstéremről már lemondhat a csapat értelemszerűen az aranyról is, azonban a bronzérem még könnyűszerrel meg lehet, hiszen egyelőre 2 pont hátrányban üldözzük a harmadik helyen tanyázó Szajolt. A dolog pikantériája, hogy nem csak mi vagyunk a harmadik hely követelői, hiszen Turkeve és Jászárok szállás is ugyanannyi egységgel lól a harmadik után, mint a mieink. Úgyhogy mindkét csapatnak
égető szüksége lenne a pontokra. A következő bő 90 percben pedig kiderül, hogy Orosz István vagy pedig Szászi Gábor csapata tudja majd a mai alkalommal magához ragadni a kezdeményezést és egyúttal megnyerni a meccset. Mindkét oldalon vannak hiányzók. Orosz István nem számíthat sérülés miatt Kovács Csabára, de nincs ott Varga Zoltán sem a keretben, ahogy Rózsa István sem, ő külföldi munkája miatt hiányzik most már alig, hanem a bajnokság hátralevő részéről, valamint házi gólkirályunk Balog Józsi sincs, aki a szurkolói pletykák szerint ebben a szezonban már minden bizonnyal nem lép pályára a felnőtt csapatban. A túloldalon egy kulcsember, Szakali Márk, azonban az ő hiányát már megszokhatták Jászfényszaron, ugyanis még a Kunszen Márton elleni tavaszi mérkőzésen 8 perc után állították ki, és 2016. december 31-ig szóló eltiltását tölti Szakali, úgyhogy az ő játékára még majd az ősszel sem lesz lehetőség. Szakaliban egyébként amúgy is benne vannak a piros lapok, az őszi mérkőzésen is kiállították, de korábban 9 évvel ezelőtt itt a karcagi pályán is idő előtt küldte zuhanyozni a játékvezetőt. A vehemens játékos most hosszú eltiltását tölti, tehát a találkozó játékvezetője majd hát Zoltán lesz, és ha már szóba került az őszi mérkőzés, akkor 3-0-ra nyertünk, és akkor is Ács játékvezető fújta a sípot, a mai mérkőzésen pedig Dobos Zsolt, valamint Simon Ádám segíti a munkáját. Ennyit a találkozó előtt, elstartol a labda 90 perces útjára. A darazsakra hasonlító jászfényszarúi védők, labda járatása közepette pedig, most már csak a mérkőzésre kell koncentrálnunk. Nagyon-nagyon jó a forma, amit játszik a Jászfényszaru. Gyűjtögetik a skalpokat, egy-két vereség azért belefér. Egy hete például 5-4-re kikaptak Tiszafürettől hazai pályán. Úgyhogy az 50. percen 5-0-ra vezetett Tiszafüred, és így jöttek vissza 5-4-re. Talán, ha egy kicsi idő van, még pontot is sikerül szerezni. De azt a föltámadást is azért jó néhány komoly meccs előzte meg. Szajolban, akik akkor még listavezetők voltak, például 4-0-ra tudott győzedelmeskedni. A jászfényszarúi csapat Héger triplázott, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz odafigyelni a mai vendégeinkre. A meccs második percében már is szögletrugáshoz készülődnek. Lukácsi Lóránt fogja majd középre kanyarintani a labdát. Ez a 6. pályára lépése, téli igazolás. És hát téli igazolás, nagy szerepük van a feltámadásban, ugyanis töménytelen játékos szerződtettek Jászfényszarúra a bennmaradás érdekében. Ez egyébként az egyelőre tavaszi siker kulcsa. Nem volt komoly helyzet a szöglet után, azonban hamar lemarad a büntető területen belül. Lehet, hogy ápolni kell majd. Egyelőre csak a játékvezető veszi szemügyre, hogy mi a helyzet középen. Hát azért a kiábrándító 2 pont mindenképp arra sarkalta a JVS vezetőségét, hogy bizony erősíteni kell. Simon, Majzik, Radovics, Héger, Rubint, Lukács és Nagy Tamás is mind-mind olyan játékosok, akik a mai alkalommal is ott vannak a keretben és télen érkeztek. Sok játékost pedig, szabad így fogalmazni, ki se lejteztek az őszi csapatból. Tavaly is egyébként a pályán elért eredmények alapján kiesett volna a Jászfényszarú a megyei első osztályból, akkor azonban a Jászapáti visszalépése miatt bennmaradtak. Idén úgy néz ki, hogy egy ilyen bravúros meneteléssel a pályán is sikerülhet majd kivívni a bennmaradást. Orosz. Kocsis. Balog. Jó volt a lefordulás. Nem jó aztán az indítás. Vasicsku indít, és nagyon jó a labdája Gulyásnak. Lendületesen kezd a vendégcsapat. Nem jön be aztán a kötény. A Radovics igyekezett bebőrözni karcagi ellenfelét. Szőke. Igen, csak gyors ütemben kezdi meg a találkozót a vendégegyüttes, és rendkívül intenzív volt már a bemelegítése is Szászi Gábor csapatának. Azért megyei pályákon ritkán látott módszerek is föltűntek az ellenfél bemelegítésénél, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy fölpörögtek a mérkőzésre. Kupai! Hosszú indítás, nem értették meg egymást Bukovszkival. Ez a Jászfényszarújaké.
Az elmúlt négy meccsünkből csak egyet nyertünk meg. Törökszent Miklós ellen x-eltünk, ahogy Csépával is mindkét találkozót Karcagon játszottuk. Említettem ugye, hogy Jászárok szállástól kikaptunk. Egyetlen győzelmünket pedig a kiesés elő a menekülő Kunhegyes csapata ellen arattuk idegenben. Pedig a Kesének is nagyon kellene a pont. A bajnokság jelenleg járása szerint 3 körrel a vég előtt a Kese is a kisújszállás a kieső. Könnyen lehet, hogy jövőre vérbeli igazi kunsági rangadó nélkül maradunk. Erdei! Nem lett volna rossz meglátás, Majzik azonban le tudta kezelni a labdát, aztán pedig becsúszva Simonhoz továbbít. Hamar! Erdei! Nem sikerül összehozni a cselt. Karcagi pardobás következik. Jászberény is nagy káta volt a főerősítési vonal Jászfényszarun. MB3-at megjárt játékosok, olyan rutinos emberek érkeztek, akik képesek lehetnek ilyen nagy hátrányból is bent tartani az együttest. Égernek egyébként MB1-es múltja is van. Kupai keményen megdolgozta Vasicskut, a csapatkapitányt. Jöhet a bedobás. Vasicsku fejbőre is felszakadt néhány hete Szajol ellen. A 4-0-as győzelem bizony komoly árakat követelt. Hát egy elég balhés meccs volt az a szajoli pályát egy mérkőzésre, be is tiltották utána. Sőt, a játékvezető akkor azt a meccset félbe is szüntette. Kocsis nagyon jó volt a közbelépés, sérülés után tér vissza Kocsis is a karcagi csapatba. Remélhetőleg úgy játsza majd be a jobb oldalt, ahogy sérülése előtt tette. Jászárok szállás ellen már ott volt a keretben és a csapatban, és ráadásul sárgát is kapott. Oda kell figyelnie Kocsis Janinak, hiszen már 9-szer felmutatták neki a sárgát a szezonban. Erdei már tudta venni Lukácsi passzát, aztán már Szívós Gergő beviszi a bolyba, nem tudja kinek passzolni, szépen támadnak le a vendégek. Gyors passzokra is, néhány gondra készítve ezzel a karcagiakat. Karcagi szabadrugás felező körből. Szívós. Szép emlékei lehetnek Gergőnek a Jászfényszorú elleni mérkőzésekből, ugyanis tavaly, mármint a tavalyi bajnokságban, 2014 őszén a Jászfényszorú ellen viselt először a csapatkapitányi karszalagot Szívós, és egyébként ez volt az a meccs, amelyen először védte a karcagi kaput Agót Zoltán. Két mérkőzés után ő is visszakerült ma a kezdőbe. Szívós megmozdulása nem jó, pontatlan volt a passz Hamar irányába. Tüdős Dávid érkezik majd elvégezni a bedobást. Ő kivételesen nem egy téli igazolás, már 5,5 éve itt játszik. Csak eltiltás miatt hiányzott a csapatból a 24 éves jobbek. Majzik. Balog. Német. Ő is 5 sárgalap miatt nem játszhatott Jászárok szálláson. Természetesen az ő helye is, pláne Kovács Csaba sérülése miatt megkérdőjelezhetetlen a csapatban. Kovács még Kunhegyesen került föl a maródiak listájára. És hát egy hete megpróbálta a mérkőzés előtt az edzést, nem jött össze. Azt mondta Orosz István, hogy könnyen lehet, hogy ebben a bajnokságban ő már nem fog pályára lépni. Az lenne az elsődleges, hogy minél hamarabb fölépüljön Kovács. Letámadott volna Tóth, Héger pedig meg is kergeti a labdát. Két alacsonyabb, de nagyon jó kezdő sebességgel megáldott Jászfényszarúi csatárral van dolgunk. Tóth pontatlan a labdája Hégernek. Már hamar fordulhat, és ő hozhatja ki a labdát a karcagi kapu előteréből. Megint egy előre rugott labda, természetesen újfent pontatlan. Egyelőre nem ülnek ezek az indítások, mintha nem lenne meg az összhang csapatunknál. Kocsis.
Szépen szerelte a vendégek tízesét. Vasicskú a dobással. Sikerül lekezelni nagynak, Vasicskú pedig megmenti még a vonal előtt. Igen, nehéz feladat elé állította a csapattárs. Simon azonban már hátul megnyugtatja a csapattársakat. Védők mögé belőtt labda a Jéger, kiváló labdakezelés, és megvan az első helyzet, nem is kellett sokat várni rá a 10. percben. Komoly kapura lövés, kimarad azonban. Jégerre nagyon oda kell figyelni a karcagiaknak. Az elmúlt 3 fordulóban 7 gólt rúgott a vendégek csatára, és 12 meccsen 12-nél jár a jászfényszorú színeiben. Potenciális gólveszély, úgy néz ki, hogy megtalálta a góllövő cipőt. Hamar! Meghúzza, jön is a beadás! Sikerül szögletre fejelni Simon Bálintnak. Középen szőke hosszú oldalon pedig Bukowski is. Epekedve várták a labdát. Ez volt a biztos. Kirobbanthatatlan az imént feljelmentő Simon a csapatból, télen Jászberényből érkezett. Most is jól oldotta meg a feladatát. Bukowski szöglete a hosszúra. Hamar lemarad róla, de azért, mert túl magas volt neki. Juhász Tibor készülődhet a kirugáshoz. Ő is egy minden állal megkent rutinos kapus. 38 esztendős a portás. Legutóbb, amikor Karcagon vendégszerepelt a Jászfényszorú, akkor nem ő védett, hanem Csépány András. Ő ma a kispados. Ez a 14. meccse a vonal előtt Juhásznak. Ezt a kirúgást most elrontotta. Kocsis. Szőke térdel. Nem volt jó megoldás. Német. Orosszal egy passzváltás. Vissza egészen a Gócsig. Hamar. Balog. Jászfényszorú játékosok tengerében sikerül kihozni a labdát, de néha sokat várunk egy-egy passzal. Ezt most kihasználhatjuk. Hibázott hátul Majzik. Nem épül azonban gyorsan a karcagi támadás. Erdei hátulról szerelik őt. Ő szabadrugás szeretett volna, nem kapja meg. A vendégek pedig már építkezhetnek. Kocsis szépen visszafutva. Remek labdaszerzés. Újra kezdhetjük meg hátulról a támadás vezetést. Erdei combbal szelídíti meg, egyel tovább, és most Szívós Gergő, most a lövés, nagy védés, rástartol Szőke. Reméletileg nem találta el a kapust, fogja a fejét Juhász. Most már volt komoly karcagi gólszerzési lehetőség is. Szívós Gergő kísérlete után. Sikerült javítani és összeszedni a kipattanót a kapusnak. Ez kulcs kérdés volt. Mindkét oldalon feljegyezhetünk kevesebb mint negyed óra játék után egy nagy helyzetet. Orosz. Erdei. Orosz, hosszú volt neki. Vissza is kell zárnia a csapatunk játékos edzőjének. Most mi támadunk le? Ha mindkét csapat ilyen ütemben és iramban tudna játszani a mérkőzés végéig, akkor bizony egy igen élvezetes és szórakoztató találkozó lenne, amit láthatunk. Szívós. Ő készül a szabadrugás elvégzéséhez.
kicsiben oldja meg azonban. Nyerdei mögül Majzik fejel, Bukowski, sikerül blokkolni, Simon Bálint jó voltából a lövést, karcagi dobás. Kifejezetten meleg fogadta egyébként a csapatokat, ráadásul ahol a napsüt, ott bizony igen kellemetlen lehet játszani az elmúlt hideg napok után. Szőke fejel, kapuba, csak nem a jó kapuba. Juhász jöhet majd kirúgással. Nem lenne meglepő, hogyha gólzápor születne. Jász fényszorú találkozóin született a legtöbb gól a bajnokságban, szám szerint 124. Ebből 51-et rúgtak ők, és 73-at kaptak. Az elmúlt három mérkőzésük mindegyikén 4 gólt szereztek. 2-4-0-ás győzelem után jött az 5-4-es Tiszafüred elleni vereség. Csak így lehet egyébként 2 gyűjtött pontról elérni a bemaradást, hogyha nagy győzelmeket arat a csapat, és meglepetés bravúrokat. Alig, hanem ez a cél ma itt Karcagon is. Persze azért egy-két vereség belefér, azért születtek is Turkevétől, Fegyvernektől, valamint ugye Tiszafürettől tudtak kikapni. Tehát a tavaszi meccseik felén legalább 4 gólt szereztek. Ez pedig azért igencsak sokat mondó. Volt, amikor 5-ig jutottak, 5 alkalommal pedig 4-ig. Balog! Kocsis. Vasicsku tolja kifelé, hátra is kell passzolni. Erdei le akart tenni mellel Hamarnak. Az előre vágott labdát azonban Németh gyűjti össze. Majzik okosan fejeli ki szélre. Lukácsi. Erdei. Lukácsi visszafutva szerel. Most nem tudjuk megtartani a labdát. Tüdős. Jó kényszerítő. A beadás sem volt annyira rossz. Orosz azonban kivágja a 16-oson belülre. Nem ment messze. De a jászfényszorúi pontatlanság miatt legalább a bedobás a miénk. Jó játék, ezt most szépen hozzuk ki, Bukowski pedig meglépne. A dobos asszisztens lesett, jelez. Hát lehet, hogy egy hajszálon múlott. Erdei későn indított. Nem reklamálunk, elfogadjuk, beletörődünk. Alig, hanem jó ítélet született. Lukácsi. Ebben az összjátékban egyébként volt ráció. Ebből kéne több. Nagy. Ő is 5 sárgalapos eltiltás után van ott a csapatban. Kihagyta azt a 9 gólos csatát.
Lukácsi most mint egy picit lassítaná a játékot a Jászfényszaru. Nyugodtan hozzák föl a labdát. Vasicsku. Radovics. Elszórja. Bedobás jöhet. Így viszont nem lehet gyorsan indulni. Van esély arra, hogy a Jászfényszarújak visszazárjanak. Mindenki föl tudja venni a pozíciót. Kocsis, jó fejes. És még mindig bárki megkaparinthatja. Most Szőke, és nem is olyan rossz lövés. Robi jó 35-ről. Hemteket óriázott. A 20. percben kis híján bement ez a távoli lövés. Nem tudom, mennyi szándékosság volt benne. Jó, ez kikísérte, de hogyha ez eltalálja a ficakot, akkor lehet, hogy a szezon góljának tapsolhatunk. Helyzetfelismerésből jelesre vizsgázott Szőke. A kivitelezés nem tökéletes. De 10-ből 9-el lát, hogy ennél sokkal rosszabb lett volna. Vasicsku. Szép összjáték, Gulyás. Most a beadás. Német le tudta kezelni. Vasicsku kicsit magasan volt a lába. Szőke nagyot kiáltott, nem találta el. De ennyi erővel el is találhatta volna. Jogos karcagi szabadrugás következik. A rossz észreveszi, hogy szökne Erdei. És kis szerencsével majdnem elé pattan a labda. Simon szépen oldotta meg a feladatát. Radovics. Éger, kicsit zavarta a játékvezető is. Így is megtartották, Radovics viszont elszórja. Majzik. Simon. Eljut a labda Hégerhez, de vajon hogy? Be is lövi. Említettem, hogy megvan neki a góllövő cipő. Zsinórban 7. mérkőzésén talál be. Elaludt most a karcagi védelem. A 22. percben Héger Balosa után 0-1. Onnan a rövidbe azért a kapus szerepét is megkérdőjelezi ebben a gólban. De alapból Simon labdája, hogy hogyan juthatott el Hégerig, az is megérne egy elemzést. Héger pedig ott folytatja, ahol egy hete abba hagyta. Zsinórban 7. alkalom a bajnokságban. Leigazolása után a nyitó fordulóban rögtön duplázott. Aztán jött 5-7 szünet, azóta pedig nem lehet megállítani az újpesti nevelésű játékost. Abban a korosztályban nevelkedett Újpesten Héger, amiben például Korcsmár Zsolt, akiből ugye válogatott futballista lett, vagy például napjainkban már zenével foglalkozó Körtis Széki Attila, de játszott együtt Barcival és Lázárral is Újpesten. Aztán a Reazban 2008-ban egy mérkőzés erejéig csereként beállva az NB1-ben is bemutatkozott Héger. Úgyhogy egy ilyen csatárral van dolgunk, és hát most az ölcipős bemutatkozott a karcagiaknak is. Nem volt egy nagy NB1-es karrier egyébként, ugyanis a 92. percben időhúzó csereként állt be az MTK ellen akkor, de olyanok voltak a csapattársai, mint Erős Károly, az egyszeres válogatott Kapcsos Vince vagy Pomper Tibor abban a Reacban. És hát azért, aki egy fővárosi nagy csapatban
tanulta a foci alapjait, arra bizony egy megyei első osztályú gárda támadó szekcióját bőven lehet építeni. És hát úgy néz ki, hogy Nagy Kátáról való leigazolása egyelőre főnyereménynek tűnik. Jász Fényszaruban még mindössze 27 éves, 13. meccsén az a 13. gólja itt, ami azért is furcsa, mert ősszel Nagy Kátán csak kétszer volt eredményes, mondjuk tavaly rúgott 23-at. Kivirágzott most itt Jász Fényszarun, Vasicskú szépen tolja ki Bukovskit, a játékvezető pedig szögletet ítél. Elvesztette identitását a csapat az elmúlt hetekben, már mint a karcagi. Az a játék, ami addig mindig ült és mindig jó volt, és gyors játék volt, az lehet, hogy az edzések alacsonyabb látogatottsága és a fáradtság miatt mostanában nem ül. Amar taktikai szabálytalanságot akar csinálni, nem jött össze, így viszont egy oldalváltással nagyon gyors támadást vezethetne a Jász Fényszarú. Kocsis jól olvasta a paszt. Nagy szerencsénk. Azért így elszórakozni egy szögletet figyelmetlenség és fejben nem összpontosítás eredménye. Hamar pedig még az előző messzhúzásért, tegyük hozzá, teljesen jogosan kap egy sárgát. Na most hogyan tovább? Két hét alatt mindkét jászsági csapat megverheti Karcagot. És hát egyelőre a 2016. év a megye egyben bizony Jász Fényszarúról és Jász Árokszállásról szól, mindkettő együttes 23 pontot gyűjtött. Ami félelmetes, az a mai ellenfelünk gólkülönbsége. A mai találatukkal együtt már 35-17, 12 mérkőzésen, és itt főleg a rugott gólok száma az, ami mértékadó. Nagy sprintet vág ki Gulyás. Várni kell a többiekre, ezért lassul le egy kicsit a támadás. Lukácsi. Héger. Most a bepassz, Kocsis tisztás szögletre. Jász Fényszarúi szöglet. Lukácsi készül elvégezni. Ő már túl van a negyedik X-en. Mégis sokat hozzá tud tenni a csapathoz. Agócs boxol. Kellett is. Bukovski ráadásul össze is tudja gyűjteni a labdát. Rövid a keresztlabdája. Vasicskú viszont összeesik a melleléstől. Így már Merde indíthatna. Kupai. Nem sikerül a csel Kupainak. Tüdős a jobb oldalról középre zárva szerelt. Majzik. Tüdős. Simon, nincs letámadás. A legelőrébb helyezkedő Karcagi is a kezdőkörben. Egyelőre hagyjuk nyugodtan játszani a vendégeket. Mondjuk, ha ezt teszik a következő bő egy órában, akkor el fogjuk veszíteni a találkozót. Majzik, most tartonna rá Kupai. Csak a biztosat, haza a kapusnak. Igen, ott egy kisebb ütközés Baloggal,
Mehet tovább a játék. Már Erdei. Mi rúghatunk. A darazsak közt Nagy Tamás csípte meg Erdeit. Szépen körbevették. Ott már nehéz lett volna tovább szlalomozni. Hamar készülődik, amíg Juhász a két tagú fényszarúi sorfalat elnyitgatja. Lapos szabadrugás volt, magasságban és minőségben is. Kupai! Onnan lőni lehetett volna. Talán majd most. Nem volt jó a labdakezelés. Héger. Orosz megelőzi fejjel. Kucsis meg fölvágja. Megint majzik. Erdei. Túl mély. Ezt nem használhatjuk. Ismét majzik. Ő is már 34 esztendős középhátvéd. Nagy Kátáról jött. Csak egyszer hiányzott az idei csapatból. És egyébként nagyon érdekes az ő szerepe. Hangos szóval rendre irányítja a társakat hátulról. Úgy néz ki, hogy nagyon jól lát a pályán. Átlátja a viszonyokat ott elől is. Radovics. Megvan a csel, és most a lövés 2-0. Hát ez komoly hideg zuhany. Tóth Márk betalál. És alig több, mint fél óra játék után már 0-2. És látva egyébként ezt, amit játszik a Jászfényszorú, azt kell mondani, hogy egyszerű játék ez a foci. Néhány passzból oda lehet kerülni az ellenfél kapuj elé. Ott meg kell csinálni egy cselt. És ott is a gól. A hetedik gólja ez Tóthnak. Úgy, hogy ő is csak tavasszal erősíti a Jászfényszorút. Jász Berény kölcsönjátékosa, egyébként a 25 éves csatár, szóval alig, hanem ő majd visszamegy az NB3-ba. Hát őt is mindenképp megérte idehozni. Gólokkal segítik az újak a bennmaradást. És látszólag egy kifejezetten egységes, kompakt csapat ez a Jászfényszarú. Héger! Hamar áll bele a beadásban. Bukovszki! Az a kapusnak. Az egyébként a rendkívül furcsa és ezért külső szemlélőként laikusan állatunk kezelőd, de alsó hangon 7 új ember beépítése történt meg a télen a Jászfényszarú csapatába. És hát ennyi játékost összehozni kifejezetten nehéz. Erdei közben kőkeményen a lép oda Vasicskunak. Test a test ellen. Játékvezetői labda lesz. Szóval, hogy lehet ilyen hamar olyan csapatot kreálni, amiben összeérik 7 új játékos és az addigi mag,
úgyhogy ők eredményes focit is tudjanak játszani. Máskor két-három érkező beépítése egy csapatba is azért könnyen egy fél szezont igénybe vehet. Abszolút csoda sztori ez, amit tavasszal produkál a mai vendéggárda. Csúnya szabálytalanság lett volna. Előnyszabály útján mehet tovább a játék. Stílusidegen ívelgetések tömkelege, amit játszik a csapat. Hát nem öröm ezt látni a Karcak szurkolóknak, amit eddig játszunk. Héger. Szépen szereli őt Balog. Szívós Gergő. Erdei. Nem lett volna lesen. De nem tudta elérni. Tóth passza nem jut el címzetnek, Radovicsnak szánta. Erdei meg lehet még, nagy versenyfutás elérte, Simon azonban határozottan állja útját. Erdei nem fogja elvállalni a pardobást, ott hagyja Hamarnak. Kevesebb mint 10 perc már a félidő végéig. 2-0-ra vezet a Jászfényszarú, bizonyosan látják azok a nézők, akik most kapcsolódnak be a közvetítésbe. A 22. és a 31. percben kapitulált a csapatunk. Tegyük egyébként gyorsan hozzá, hogy megérdemeltem vezet a Jászfényszarú. Erdei nem tud lefordulni. Bedobás. Most mint egy picit följebb tettük volna a szintet, és minden egyes csapatrész egyel előrébb lépett volna. De az is lehet, hogy a Jászfényszarú csak tudatosan átengedi a területet, ugyanis a gyors kontráik azért könnyen veszélyt okozhatnak. Német hazaadja, aztán pedig lekerül a lábáról a cipő. Neki most ne passzoljunk. Orosz kirúgja a labdát, a játékvezető pedig megállítja. Gulyás nem adná vissza, ott hagyja inkább Vasicskunak, alig hanem ő majd vissza fogja dobni. Így történik. Ez most szép összjáték, hamar. Lapos beadás, a második hullámban sajnos senki nem érkezik. Mindenki túlszaladt már a labdán. Ha fáradtabb a test, akkor a fej sem mindig úgy dönt, ahogy kell. Talán ez is jellemezhetné a karcagi csapatot.
gyakoriak a hibák. Egy nagy védés Juhász neve mellett. Még a 13. percből szívós kísérleténél. Egyébként nem tesszük igazán próbára a kapust. Orosz. Amart megelőzik, állva várta a labdát. Tüdős csapott le rá Radovics. Említettem, hogy Héger újpesti nevelés. Radovicsnak fradista múltja van. Jászfényszarún értek össze a fővárosi szálak. Erdei jó cselek. Még mindig ő. Most már megállítják. Kap egy szabad rugást. Kicsit megdolgozták azért. Orosz Agócsin és testtel sodorja el. Igen nehéz helyzetbe hozta őt edzője. Lukácsi. Kocsis elengedte ellenfelét Gulyást. Szeretett volna egy szabadrugást. Ez pedig tovább engedi. Gulyás sokat elégedetlenkedik az elmúlt percekben. Ő is kölcsönjátékos, szintén Jászberényből. Velmensen játszik, pedig már 30 éves, azért sokat megélt ő is futballpályákon. Nem játszunk jól. Kiábrándító egyelőre ez a félidő, és időközben azt figyeltem, hogy a kispad irányába is Isaac Bertalan volt az, aki elmondta az instrukcióit, hogy mi hogy legyen. Azt már akár lőni is lehetett volna Radovicsnak. Az a végül, hogy fölborítja Orosz Istvánt. Orosz még annó 2007-ben egy Jászfényszarú Karcag 0-4-re végződő találkozón bevette a mai ellenfél kapuját. Ma is lett 0-4-es idegenbeli siker, annak kevésbé örülnénk, mint akkor. Orosz. És már Gulyás húzza meg a bal oldalon, kupa jön utána. Sikerül Hégernek bejutatni középre a labdát, megcsinál egy cselt Héger, és aztán estében lő. Agócsnak most sikerül védeni. Nem jó Radovics fejese. Karcagi dobás. Hát könnyen 0-3-ra módosulhatott volna az állás. Agócs most a helyén volt.
Átjáték vezető kicsit visszább küldi. Onnan már jöhet. Gulyás. Radovics. Kocsis jól játszik nálunk abba a jobb oldalon. Sok labda elakadt benne, sokat szerel. Nem rajta múlik. Héger, szélvész, gyors. Jó játék, egyel tovább, Radovics nem találja el középen. Ez is nagy helyzet lehetett volna. Erdei. Nem rossz. Szőke bekerül a kapuba. Ez nem gól. A labdának is be kellett volna. Na, mi az ítélet? A jászfényszerű dobhat. Az első félidő rendes játék ideje letelt. Ki tudja, mennyit ad rá a játékvezető, semennyit. 0-2-es állásnál mehetnek öltözőbe a csapatok. Letört karcagiak, boldog vendégek. Egyelőre egy nagyon sima mérkőzést láthatunk itt a Ligetúton. A bajnokság 13. helyezettje egyelőre iskolajátékot mutatva áll 2-0-ás előnyre az 5. ellen. A 22. percben Héger lőtt ballal közelről gólt a Gócs kapujába. Majd fél óra játék után Tóth Márk volt eredményes, egy szép cselt követően. Hagósnak is volt védeni valója, a vendégkapus Juhász Tibornak is. Más találat azonban nem született. Hát orosz mesternek össze kell kapni a csapatot a szünetben, az öltözőben. Különben akár egy csúnya zakó is lehet a vége. A játékosok szusszanak egyet, tegyék ezt a kedves nézők is, hozzák be a következő dobos sört. Aztán folytatjuk a második félidővel.